Én is nagyon sok szeretettel köszöntök itt minden jelenlévőt, nagyon sok ismerős, anyát, babát látok, és most leginkább ugye arról beszélünk, hogy szoptatási egyszer egy. Egy ilyen szép idilli képpel indítunk, mert ugye olyan szép dolog ez az egyszer egy. Könnyű, mint az egyszer egy, azt gondolja mindenki, pedig ez nem így van. Tehát azért a tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor megszületik a baba, azért sokkal több feladata van az anyának. Sokan azt mondják, hogy hát nem olyan nagy dolog, gyerek kell hozzá, anyuka, cici, és akkor már megy is. És nagyon sok a jó tanácsadó, aki tudja helyettünk, hogy hogy kellene csinálni, pedig nem teljesen egyszerű. A hozzávalókat ugye már el is mondtam. Így indulunk neki nagyon sokan, hogy szép baba, boldogság, és ami a tény, én ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, a legtöbb anyuka képes szoptatni. A szám szerint 98%-a az anyáknak képes lenne a szoptatásra. Az viszont, hogy minden anya képes szoptatni, az egy nagy tévhit. Sajnos, amit a főorvosnő és főorvos úr is említett, ez a, hogy kevesebben kapnak anyatejet, ez nem csak az elhatározáson múlik, hanem nagyon sok családi érzelmi tényezőn. Én az évek alatt, amikor tanultam először erről, akkor olyan lelkes voltam, hogy tényleg azt hittem, hogy mindenki tud szoptatni, és aki nem tud, arra majdnem, hogy haragudtam, hogy mi az, hogy nem megy. Hát menni kell. Aztán megtapasztaljuk azt, hogy nagyon sok olyan apró tényező van a családon belül, amikor feszültség van, a stressz sokkal, de sokkal több kárt okoz ebben az esetben is, mint a tudásunk. Ugyanúgy az a tény, és mindig a ténnyel kezdem, hogy a legjobb mód a csecsemő táplálásra valóban az anyatej. Ennél jobbat még ki nem találtak, ennél olcsóbbat, ennél szebben csomagoltat ki nem találtak. Tehát minden szempontból ez a legjobb, de túlzásba se essünk, ez tévhit, hogyha nem szoptat kizárólagosan valaki, akkor nem lesz jó anya. Ez mostanában elég sok internetes fórumon elterjedt, hogyha valaki nem szoptató anyuka, akkor bizony ő nem lehet olyan jó. De igen, minden csepp anyatej, ami bejut a babába, az olyan értéket képvisel, amit senki nem tudna. Sem a férj, sem a nagymama, sem a legjobb szándékú rokon nem tudna adni. Tehát az anyatej tényleg csodaszer, de nem mindenre megoldás. Ugyanúgy, az is egy nagy tény, hogy az emberiség kihalt volna, hogyha nincsen ez a nagyon egyszerű módszer, mert így tudunk a legjobban gyermeket etetni, és nem csak mi, hanem a világ minden részén naponta nagyon sokan szoptatnak. De az is tévhit, hogy csak megöleled, merre teszed, és megy minden, mint a karikacsapás. Ez nem így van. Fontos lenne még felkészülni az anyukáknak szülés előtt. Ez azt jelenti, hogy itt, akik már hamarosan szülni fognak, vagy még nem hamarosan, de szülni fognak, érdeklődnek azzal, hogy itt vannak, azzal, hogy tájékozódnak. Aztán a családi előzményekről. A családi előzményekben arról, hogy kinek sikerült szoptatni, milyen a szoptatáshoz való hozzáállása a családnak, és anya meddig szoptatott, meg egyáltalán a családi születés és szoptatás történeteket, hogyha elővesszük, ezek a női történetek, ezek nagyon jó hatással lehetnek. De mindenkit kérek, hogy ne gondolja azt, hogyha az ő édesanyja nem tudott szoptatni, akkor ő sem fog. Ez egyáltalán nem így van. Aztán fontos, hogyha valaki érdeklődő, a tudományos alapokról is tájékozódjon, még a terhesség alatt, mert akkor még jobban tud figyelni. Amikor megszül, akkor már az ösztönök jönnek előtérbe. Nagyon jó hatású lehet már szoptató, jelenleg szoptató édesanyákkal találkozni. Ezt azért szoktam ajánlani, mert más dolog azzal az anyukával találkozni, aki jelenleg is szoptatja a picinyét, látni, hogy milyen apró nehézségeket, vagy néha nagyobbakat okoz a dolog, mint hogyha valakivel, mondjuk olyan anyával beszélni, aki valamikor régen szoptatott, és már hál' Istennek az agyunk az a nehézségeket eltünteti, és csak a szép és a jó marad meg belőle. A szülés után a szülői intézményben nagyon jó lenne, hogyha az első két órában sikerülne merre helyezni a babát, ez tényleg nagyon fontos lenne. Ezt nevezzük úgymond az aranyórának, az első két órát, amikor minden információ, ami belekerül a gyermek tudatába, nagyon jó hatás. Úgy, tehát gyerek nagyon jól érzi magát. Lehetőleg igény szerint szoptatni. Én 92 óta figyelem, és akkor tanultam először a szoptatásról ilyen mélységekben, mint a Lalet Cseligánál.
És akkortól látom, hogy ritkán, de sikerül igény szerint szoptatni a kórházban, és akkor valóban nem történik tejtúltermelődés, és tényleg lehet úgy, hogy szoptatom, annyi termelődik, amennyi kell, akkor, amikor kell, és a gyereknek való mennyiség. De ez persze nem mindig így sikerül. Úgy kellene a kórházi tartózkodás alatt, abban a 3 napban is. Én azt a tanácsot adnám, hogy addig mindenképpen erőfeszítéseket tegyen minden anya, amíg még nem nőtt meg hatalmasra a cicie. Ez körülbelül a 2.-3. nap lesz, de az 1. napon már erőltetni kell a mellhelyezést, hiszen a mellbimbót akkor még éppen oda lehet nyújtani a babának, később sokkal több nehézséget fog okozni. A helyes pozíció az azt jelenti, hogy a nekünk helyes. Tehát nincs előírás, hogy fekve kell, ülve kell szoptatni, vagy hogyan, ahogyan az édesanyának kényelmes, de leginkább az a fontos, hogy szemtől szembe legyenek, és úgy kínálja föl a babájának az emlőt. Tehát tényleg van, aki állva szeret, nem ő fel, hát van, aki ülve szeret szoptatni, van, aki fekve. Érdekes, hogy a császármetszés után az édesanyák egy része inkább ülve valahogy jobban tudja védeni a hasi sebet. A fekve szoptatás az néha nehézséget okoz. Aztán, hogy bölcsőtartásban, avagy hónajtartásban szoptatunk, ez is változó. Elsősorban a bölcsőtartást szoktuk preferálni, de 2 olyan esetem is volt, amikor segítettem, és a egy oldalról, kizárólag egyik oldalról akart szoptizni a baba, és akkor úgy kellett áthelyezni a másik oldalra, hogy többen látják, és hónajtartásba. Miután kiürült az a rész, ami addig nem, vissza lehetett térni bölcsőtartásra, tehát a babák nagyon-nagyon jól tudják ezt ők maguk szabályozni. És nagyon fontos, és én erre rendszeresen visszatérek, az új vegyes érzelmek elfogadása. Egyrészt többnyire sikerül minden, de most, hogy igen, az első pillanat meghatározó, és azért szeretném mutatni az első cseppek, az első próbálkozás, meg az első kudarc is, mert lehetünk nagyon felkészültek és tájékozottak, lehet, hogy akkor döbbenünk rá, hogy te jó ég, mi lesz most. Mit csinálunk? Hova tesszük azt a babát? És ilyen idilli kép van a fejünkbe, aztán közben 2 hatalmas ciciből, nem tudjuk hova tenni a gyereket, hogy fogjuk, itt fáj, ott fáj, jönnek a látogatók, tehát az a nagyon szép békés álomkép az egy kicsikét elhussan. Nagyon sokan félnek, vagy nem félnek, hanem szeretnének, mindenki szeretne természetes úton szülni, de bizony nem mindig így sikerül. A császármetszés során, ha valaki császármetszésre nem tervezett, hanem úgy történik, hogy egészségük érdekében ez megtörténik, nagyon sok édesanya megijed, hogy hát ő ezt nem így akarta, nem így tervezte. El kell fogadni, és azt tudom mondani, hogy mivel a császármetszések nagy része már nem altatásban történik, ezért a hormonválaszt ugyanúgy megindul, tehát nyugodtan tegyem erre mindenki, aki császármetszés után van, ugyanolyan gyakorisággal és hamar a kisbabáját. A szoptatás, amikor hazaérkezünk, Biancával együtt mondhatjuk, hogy ő azt mondta, hogy minimum 4 óra múlva, én 3 órát szoktam ajánlani legalább az első hónapban, hogy 3 óránként ébresszük fel a babát. Még ha aludna is, a nappal. Éjjel ne ébresszük, éjjel úgy is fog ébredni magától. Tehát a babák nagy része ébred, jelez. Nappal viszont minimum 3 óránként kellene megzaklatni, valamilyen módszerrel felébreszteni. Kényelmes testhelyzet. Otthon már kialakulhat. Van, akinek nagyon jó a ülőhelyzet egy szoptatópárnával. Van, aki a szoptató nagy párnát azt arra használja, hogy neki dől háttal és bekucorodik a sarokba. Van, aki valóban fekszik. A fekve szoptatásnál mindenképpen ajánlatos, hogy nem könyökölve, hanem kinyújtott karra ráfeküdni kényelmesen. Ugyanis valóban a hormonválasz olyankor nyugodtabb édesanyát csinál, és akkor el tudunk pihenni, meg tud nyugodni az anyuka. De nincs szigorú előírás. Szabad ülve, szabad fekve szoptatni, és mindig az anya a legfontosabb. Itt szintén jönnek az érzések, érzelmek. Én az elmúlt időszakban elég sok olyan esettel találkoztam, hogy nem volt sikeres az első idők szoptatása. Hál' Istennek később ezen sikerült változtatni, szívós munka és az anyukákon múlott. Tehát amelyik gyerek bőszen, határozottan szopizik, és neki támad a cicinek, az legfeljebb fáj, de sikeresebb lesz, mint aki lusta, és úgy kell noszogatni.
viszont megéri a fáradtságot, és ezért szoktuk kérni, hogy mindenképpen vegyük rá, hogy próbáljon megszopizni. Ha szükséges a fejésről, annyit szeretnék mondani, hogy régebben ez nagyon fontos volt a fejés. Most, akik még jelen vannak kismamák, akikkel beszéltünk is erről, azt mondom, hogy nem kell beszerezni gépet, ha szükséges, akkor majd lehet fejni géppel, de alapvetően, ha igény szerint sikerül szoptatnunk, az igény szerintiség pedig a baba igénye, tehát nem az édesanyja igénye, hanem a babáé, hogy ő mikor szeretne enni, akkor nagyon ritkán fordul elő tejtúltermelés, de azt úgy tudjuk megoldani, hogy fejünk belőle. A fejés elsősorban én kézzel szoktam ajánlani, és ha valaki olyan bőven termel tejet, hogy nagyon sok teje van, akkor természetesen fejje le, megvan a módja, hogy le lehet először eltenni és pótlásként odaadni. Kérjük, hogy inkább azt tegyék el mindenki, és akkor tápszerhez nem kell nyúlni szükség esetén. Vagy le lehet fagyasztani, ez is fontos. Az anyatejet különálló fagyasztóban 3-6 hónapig lehet lefagyasztani. Én úgy tanácsolnám, hogy 100-150 ml-nél kevesebbet ne fagyasszunk le, legalább annyit, legyen egy olyan, hát egy 150 ml, az már egy későbbi alkalommal egy étkezése lesz a babának. És ezt tegy el. Akinek viszont még ennél is sokkal több teje adott, akkor kérjük, hogy keresse fel védőnőjét, és az anyatejgyűjtő állomással együttműködve tejet lehet adni. Az anyatejgyűjtő állomáson csak bevizsgált anyatejet fogadnak, vagyis először az anya esik át vizsgálatokon, később az anyavizsgálatok után adhat tejet, és az anyatejet minden nap vizsgálják. Ezt azért fontos hangsúlyozni, hogyha szükséges, bár ez rajta van a következő dián, megint olyan nagyon kedves, idilli kép, egész család boldog és jól érzi magát. Aha. Jó, akkor itt megyünk tovább a fejlődés megítélése. Tehát ezt azért tartom fontosnak, még előtte hozzáteszem, a heti súlygyarapodással kezdem. Idén nekem a körzetemben volt 3 olyan baba, aki becsapott minket. Azt hittük, hogy azért sír, mert fáj a hasa, meg nyűgös, meg sokszor szopik, és közben sokkal kevesebbet evett, mint amennyi a szükséglete volt. És erre is rá kellett jönnünk, valószínűleg nem jó szopó mozdulattal, nyelve nem ott volt, ahol kell. Tehát figyelnünk kell a gyereknek a fejlődését, igenis, hogy kell. És ha szükséges, akkor bizony meg kell néznünk, hogy mivel tudunk pótolni. A pelenka tartalma számunkra azt jelenti, hogy ha nem lenne mérleg, pedig van most mindenhol, de ha nem lenne, napi 2-5 kakis pelenka, 5-8 pisis pelenka, és teljesen elégedettek lehetünk, mert jut be anyag és jut ki anyag a babából. Tehát ez egy fontos alaptétel. A másik, a szopási hajlandóság. A gyerek akar szopizni, ő élni akar, itt akar velünk lakni, velünk lenni, és eltelik X időt, többnyire másfél, hát olyan 2 óra, amikor kiürül az első adag tejcsi a gyomrából, ő enni jelentkezik. Ha észrevesszük a jeleket és merre tesszük, ő fogja is szívni, és fenntartja a tejtermelést. Az élénk vagy fásult tekintet, hát szerencsére fásult tekintettel az elmúlt időben egyel találkoztunk, összességében minden baba élénk, és ha elkezd aluszékonnyá válni, vagy úgy sírdogálni, akkor mindenképpen pótlásra van szüksége. A heti súlygyarapodás az első időben, mint ahogy láttuk a Bianca előadásában, és kicsi a gyomra, fokozatosan növekszik. A heti súlygyarapodás, amikor már olyan 2 hetes a baba, onnantól heti 10-12 dekával már elégedett vagyunk egy anyatejes babánál, de többnyire ennél többet szoktak produkálni. Van, aki heti 25 dekát produkál, van, aki még ennél is többet az első időben. Itt egy a lényeges, hogy az első hónapban a súlyvisszaesések mellett egy olyan 40 dek a gyarapodása megvan, ezt követően már elvárható egy havi 600-700 gram. De ezt folyamatosan figyeljük mi védőnők és az édesanyák is természetesen. Ha nem megfelelő a fejlődés, akkor szintén ez a gyakoribb szoptatás bejön. A fejlődési ugrások idején a tapasztalat tényleg 3 napot mutat. A 3 nap azt jelenti, hogy teszem azt pénteken jelez, hogy
anya kevés lesz, kérnék 120 millit, akkor elkezd anya szoptatni, és körülbelül vasárnapra lesz több tej. Tehát ne várjuk azt, ha úgy tűnik is, hogy kiürült belőle, nem ürült ki, olyan nincsen, a keringővér mennyisége nem fogy el, mert abból készül az anyatej, hanem türelmesen kellene legalább még 3 napig várni, mielőtt pótlást adunk. A pótlásnál, itt el is mondtam már az előbb is, de ez lenne a cél, és ez lenne a fontos, hogy először kiegészítés saját anyateje, vagy ha az édesanyának el kell mennie boltba, gyógyszertárba, orvoshoz, a saját lefejt anyatejével. A következő az idegen lefejt női tejjel, 60 városában anyatejgyűjtőállomás, kisebb településeken pedig háztól házig a védőnők segítségével. Ezt érdemes tudni, hogy az anyatej annak, aki kapja, ingyenes. Annak, aki adja, 2700 forint per liter. Tehát ez nem egy rossz lehetőség, hogyha valóban van valakinek nagyon-nagyon sok teje. És amit még közben jöhet, a hipoallergén tápszer természetesen mindenképpen orvosi utasítása. Tehát így jönnek a fokozatok egymás után. Ezt gondolom a legtöbben értik, de ezt szeretném mondani, hogy én tejet készítek, neked mi a szupererőd? Ez itt a kérdés. Tehát az anyák képesek. Még pár szót szeretnék a hosszú távú szoptatás örömeiről beszélni, vagy legalábbis előnyéről. Segíti az anya és a magzat, vagy nem is magzat, a gyermek közötti kötődés kialakulását hosszú távon valóban. A WHO ajánlása az, hogy 6 hónapos korig jó lenne mindenkit igény szerint kizárólag szoptatni. Szerencsés, vagy nem, 1 éves korig joga van a babának az anyatejhez, és szerencsés, aki 2 éves korig is kap anyatejet. Tehát ez egy alaptétel. A szoptató anyák kisebb esélye betegszenek meg, mint főorvosnő is mondta, bizonyos daganatos betegségekben, és tényleg valóban látjuk, hogy a szoptatás során termelődő hormonoktól nyugodtabbak lesznek az anyák, még azok is, akik most átugorják a kerítést, és hármasával szedik a lépcsőt, azok is egy kicsit megnyugszanak, és azért kérem is őket, hogy olyan kevés ez az idő, ezt rá kell szánni. Tehát a szoptatásra és a baba gondozásra rá kell szánni, legalább 1 év az lekötöttség, de pont ezért jön, hogy gyermekhez vagyunk kötve, nem házhoz. Tehát bárhová el lehet menni, a szoptatás bárhol lehetséges, tényleg a gyereket ugyanúgy kiszolgálják az anyák bárhol, mint egy szendvicset elvisznek a nagyobbiknak vagy a férnek. Tehát nyugodtan annyit mondanék üzenetként, hogy nem lehet megúszni. Ennek az idejét nem, ezt viszont ki lehet élvezni, és jó lehet, és elfogadni a tanácsokat. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha valakinek kérdése van, majd lehet hozzám jönni.